A kutatásfejlesztés és innováció, a digitalizáció, az ipar 4.0 technológiák meghatározó szerepet töltenek be napjaink fejlődési versenyében. Magyarország jelenleg egy uniós összesítés alapján mérsékelt innovátornak számít, ezen a területen mindenképpen javítani kellene. Ezért az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal országos innovációs fórumsorozatot szervezett. Ennek egyik célja a szakmai tudásátadás, de fontos az igényteremtés és felmérés is. Utolsó prioritásunk az pedig az innovációs kereslet, tehát elsősorban azokat innovatív cégek, legyenek azok kis, közép vagy akár nagy vállalatok, amelyek saját fejlesztéssel, kutatásfejlesztéssel foglalkoznak, szabadalmuk van, na és itt a meghatározó szerepet vállalnak a megyében, na ő rájuk meg különös tekintettel fordítunk, hiszen az innováció az alapvetően a versenyképességről szól, és a legfontosabb az, hogy a vállalatok műveljék ezt a legmagasabb fokot. A fórumon lehetőségük van a vállalkozásoknak megismerni a már meglévő és a tervezett támogatási lehetőségeket is. A kezdeti konstrukciónál egy viszonylag kisebb, ilyen 10-20 millió forintos támogatásról beszélünk. A jelentősebb innovációt hordozó konstrukcióknál ott már akár 700 millió forintos támogatásra is lehetőség van. Itt ugyanakkor felhívnám arra a figyelmet, hogy nem a támogatási összeg a fontos, hanem sokkal inkább az, hogy a vállalkozások olyan projektjavaslatokat adjanak be, amik tényleg a saját fenntartható működésüket teszik lehetővé. Tehát hasznos lenne, hogyha a vállalkozások úgy tekintenének ezekre a pályázatokra, mint olyan lehetőségekre, amik megalapozzák a jövőbeni innovatív tevékenységüket, és nem csak egy egyszerű tőkeinjekcióként tekintenének erre a forrásra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működik a 7. legtöbb vállalkozás az országban. Kutatásfejlesztés és innovációs célra 2015 és 2018 között 103 projekt keretében 5,6 milliárd forint támogatást kaptak ezek a szervezetek. A források 96%-a a vállalkozások támogatását célozta, ezek teljes egésze a mikro, kis és középvállalkozásokhoz került. Ez is azt bizonyítja, hogy a megyei vállalkozások nyitottak az innovációs fejlesztésekre. Mindenképpen szükség van arra, hogy változzunk és alkalmazkodjunk a változáshoz, hisz a világ változik. Világos ma már az nem lehet kérdés egy vállalkozásnál, hogy például mit jelent a digitalizáció. A digitalizáció nélkül nem lehetünk versenyképesek, ezzel tudunk költséget más megtakarítani. És az is nagyon lényeges, itt a kutatásfejlesztés vonatkozásában, hogy a vállalkozások is vegyék ki bennünk a részüket. Ennek a fórumon, itt néztem a programját, én is most látom a programját, az mindenképpen jó, hogy itt egyrészt van egy szakmai tanácsadás, hisz kell a vállalkozások része egy tanácsadás, másrészt pedig arról is szó van, hogy hogyan tudunk forrásokhoz jutni. A megyében számos olyan oktatási intézmény van, amely már eddig is aktívan kivette a részét az innovációs kutatásfejlesztésből. A konferencián ezen intézmények képviselői is hasznos információval gazdagodhattak.